Lítáte dobře, Vodíšku. Fakt? Hm. Dívám se na staré fotografie mladých hustovlasých mužů v uniformách československých stíhačů RAF a přemýšlím, jaký film bych to měl o nich napsat, abych postihl jejich čin provedený s takovou samozřejmostí. Jednu jistotu mám. Psát o druhé světové válce není samoučelná výprava za akčností, neboť ta válka byla zápasem dobra se zlem. Byl to osudový boj o záchranu lidství, který mohl být také prohrán a který konec konců není dobojován. A také vím, že ti 20letí mladíci z fotografií se od ostatních vojáků té velké války odlišovali. Šli do ní dobrovolně. Byli v nejlepším smyslu elitní. Mohli zůstat doma v protektorátu, oženit se a v klidu pracovat pro Hitlerovu říši jako většina jejich spoluobčanů. Ale něco, čemu se říká smysl pro povinnost, nebo svědomí, vlastenectví, či neochota k hanbě, jim to nedovolili. Náš příběh by měl potěškat tuto jejich odvahu, měl by zaznamenat přátelství mužů v ohrožení, jejich lásky a radosti v přestávkách krvavé války, jejich strach o život a posedlost létání. Ano. Měl by zažalovat i ten neuvěřitelný nevděk, který jim historie připravila po návratu domů. A přitom by měl být krásný. No, uvidíme. A két beszélgetés között átvezetőként, bevezetőként egy cseh filmből láthattak részletet, és a cseh kultúrával fogjuk folytatni, hiszen a cseh kulturális intézménynek, a cseh centrumnak a igazgatónője és a programszervezője a vendégem, Lucie Orbok, így kell kiejteni, most már ezt megtudtam, és Gál Róbert, a programszervező. Szeretettel köszöntöm Önöket. Kezdjük a hölgyel talán, akivel egy pár gondolatot váltottam itt műsor előtt, és megállapítottam, hogy gyönyörűen beszéli a magyar nyelvet, holott 2 évvel ezelőtt kezdte el egyáltalán tanulni. Hogy került Magyarországra? Itt kerültem, mert színházi rendező vagyok, és itt először mentem rendezni, és nyilván itt találkoztam egy magyar férfi, és ide jártam élni vele. És egy motiváció az, amikor az ember szerelembe keveredik, hogy a nyelvet nagyon jól és nagyon gyorsan elsajátítsa. Tehát az, hogy ennek a cseh centrumnak az igazgatói posztját megkapta, ez köszönhető a színházi rendezői múltjának, vagy pedig annak, hogy már egy elég jelentős magyar nyelvtudással bírt? Szerintem minden kettő, mert azt kell mondani, hogy még amikor, mert május óta vagyok igazgató, 2015, de előtte már terveztem itt egy színházi fesztivál, az Katona József Színházban volt, és a Csek volt a neve, és szerintem így jó kapcsolat fölvettem a Cseh Centrummal, és így, amikor volt az idő, hogy kell változni és pályázni, akkor így gondoltam, hogy érdekes lesz. Mindenképpen érdekes és hasznos tulajdonképpen, amikor egy kulturális intézményt egy anyanyelvű, született cseh vezető vesz át. De szintén a programszervezőnek is olyannak kell lenni, akinek van kötődése Csehországhoz, illetve Csehszlovákiához, hiszen ön komáromi.
Igen, tehát Csehszlovákiában születtem, utána érdekes módon Budapesten végeztem a cseh szakon, és ennek az egyetemi évek alatt lehetőségem volt hosszabb időt kint tölteni Prágában, ez talán másfél év is volt együtt, és ez alatt az idő alatt végül is azokon a területeken, amit ma is jól ki lehet használni, ezen a területen rengeteg kapcsolatot sikerült kiépíteni. Hogyha már a kapcsolatot kiépíteni szó elhangzott, akkor nagyon fontos itt is a kapcsolati rendszer, illetve a kapcsolatoknak az ápolása ahhoz, hogy itt a Magyarországon élő cseh, illetve szlovák anyanyelvűben, gondolom, hogy a szlovákokat is épp úgy bevonják, vagy a Csehszlovákiából idej költözött honfitársaikat is bevonják a cseh kulturális intézménynek az életébe. De elsősorban az intézmény maga az a cseheknek szól, a cseh anyanyelvűeknek, vagy cseh szlovákoknak szól, vagy pedig a magyar ajkúaknak? Én szerintem inkább a magyaroknak, mert az a fő célja, hogy a kultúra keresztül tudjuk propagálni Csehország, cseh kultúra, cseh gasztronómia is, és a cseh nyelv. Azért nálunk is megy egy nyelvtanfolyam, és inkább így próbálunk célozni a magyar közönségnek, szerintem. Igen, tehát a fő célközönségünk az mindenképpen a magyarországi magyar közönség. Igazából cseh közösség Magyarországon nagyon kis létszámú. Szlovákok inkább vannak. Igen, de cseh közösség gyakorlatilag hagyományos cseh közösség nincs. A Magyarországon vagy Budapesten élő cseheknek a döntő többsége az csak munka kapcsán, esetleg házasság kapcsán került jellemzően az utóbbi időszakban Magyarországra. Tehát nincs olyan fajta közösségi élet, és a programjainkkal alapvetően tényleg a magyar közönséget igyekszünk megszólítani. Ha majd az előbb említettük a nyelvet, hogy nyelvtanfolyam is van, ez most szlovák, vagy pedig cseh nyelvtanfolyam, és mennyi a különbség és a differencia két nyelv között? Hát különbség az van, és ez nagyon régóta két külön definiált nyelv, annak ellenére, hogy Csehszlovákia egy ország volt, de akkor is két nyelven beszéltek. Az ország két felében két nyelvet beszéltek, annak ellenére, hogy az országos csatornák, a TV és rádió csatornák bizonyos arányok szerint osztották be a műsoraikat, amelyekben a mondjuk 70%-ban vagy fele arányban cseh műsorok mentek, és 50 vagy kisebb százalék arányban szlovák nyelvű műsorok. És abban az időszakban az teljesen természetes volt a lakosságnak, miután ezeken az állami csatornákon mindkét nyelvet hallották, tehát ha nem is beszélték, de teljes mértékben értették. És a szétválás óta végül is ebben beállt egy olyan furcsa változás, hogy azok az emberek, azok a csehek vagy szlovákok, akiknek igazából megszűnt az ország, a másik országgal a kapcsolatuk, és nem kerülnek napi szinten kapcsolatba a másik nyelvvel, ott már néha felmerülnek olyan hiányosságok, hogy előfordulhat, hogy valamit nem értenek, de ettől függetlenül, ha egy szlovák és egy cseh beszél egymással, akkor a cseh mondja csehül, a szlovák szlovákul, és alapvetően megértik egymást. Igen. Ez egy nagyon érdekes, egyébként erről soha nem került még itt a televízióba szó, erről a kettőségről, illetve a kettős nyelvrendszerről, ami egy országon belül volt. Milyen érzés cseh nyelven Magyarországon rendezni? Tehát azt hogyan képzeljem? Mi volt az az előadás? Elég nehéz volt, főleg amikor először volt, mert a Pesti Színházban 2009 rendeztem egy musical, a Nővágya, és azért nyilván tolmált, mert nem tudtam egy szó se, akkor tolmáccsal dolgoztam, és a következő alkalom még mindig tolmáccsal, csak amikor harmadik volt, akkor már próbáltam rendezni magyarul, de ez még mindig nehéz. Egészen más a színházi rendezőnek a feladata, mint egy centrum igazgatását elvállalni. Mennyire hasznosítható a rendezői munka ebben a szerepkörben, ebben a feladatkörben? Elég hasznos, egy rész, mert azért még mindig emberekkel dolgozunk, és nagyon fontos jó kapcsolatban lenni emberekkel mondjuk, és nyilván a munkatársaimmal, ugye? és a másik is, hogy mint a színházban, ha egy előadás kell csinálni, akkor nagyon kell vigyázni olyan
olyan apró dolog, és még nézni az egész dolog, hogy mondom, igen, és akkor így ez a kettő olyan optika kell használni, és ugyanaz van a Csehcentrumban, mert most pont nagyon-nagyon koncentrálunk a filmfesztiválra, vagyis filmkarneválra, de közben még kell tervezni az egész év, és kell látni, mi lesz 2017-ben. Akkor tehát így. Jó, csán előre kell gondolkodni, igen, de akkor igen. Most koncentráljunk erre a Cseh Filmfesztiválra, elhangzott a kulcs szó. Láttunk az előbb egy filmből egy részletet, hogy készülnek és hogyan kell elképzelünk a fesztivált, mennyire vehetünk részt benne, miket fogunk látni? Hát egyrészt a filmkarneválunk az már visszatérő rendezvény. 4 évvel ezelőtt tartottuk az elsőt, és azóta igyekszünk minden évben egy nagyobb szabású filmes rendezvénnyel bemutatni az aktuális újdonságokat. És miután első évben véletlenszerűen adódott ez a farsangi időszak, kiderült, hogy ez egy nagyon szerencsés időpont az új év kezdete után, amikor az élet kezd visszatérni a régi kerékvágásba, és az emberek kipihenik magukat a szilveszteri karácsonyi fáradalmak után, és évvégre éledeznek, és akkor úgy szinte keresik a programokat, uh-huh. És ez annyiból előnyösebb, mint amikor igazából a tavaszi fesztivál idején, vagy az őszi főszezonban rengeteg program kínálat van, és óriási programdömping. Tehát ez a farsangi időszak ilyen szempontból is szerencsésnek bizonyult, és évek óta tartjuk ezt az időpontot. Hány film kerül bemutatásra? 8 filmet mutatunk be az idén, és ezt alapvetően 2 fő csoportba sorolható. Egyrészt a tavalyi év legsikeresebb filmeit válogattuk egy csoportba. A másik csoportban pedig olyan filmeket mutatunk be, amivel egy kicsit a nosztalgiázóknak is szeretnénk a kedvükben járni, mert hogy 2 olyan filmes alkotónak a munkáit, nagyrészt közös munkáit mutatjuk be. Zdeněk Svěrák és Jan Svěrák. Zdeněk Svěrák neve kevésbé ismerős, ő idén tölti a 80. születésnapját, ez volt az egyik apropója, hogy nekik szenteljük ezt a retrospektív programot. Kevésbé ismert, mert általában a forgatókönyvírókat nagyon ritkán jegyzik meg, igen, a nézők. Pedig mennyire fontos. Igen, és az az érdekessége, hogy azon kívül, hogy nagyon sokrétű és nagyon sok területen mozgott, a 70-es években ő írta Jiří Mencel forgatókönyveit. Tehát a 70-es években, amikor Mencel 68-as betiltása után újra rendezhetett, a Házikó az erdő szélen című filmének ő írta a forgatókönyvét, sőt a 85-ös Én kis falumnak is ő a forgatókönyvírója. Most láttam, nem is olyan rég megint, hát annál zseniálisabb. Hát egyszerűen a cseh filmek annyira jók voltak, és a cseh rendezések annyira jók voltak. Most milyenek az új filmek egyébként? Bocsánat, csak még egy mondat erejéig visszatérnék a forgatókönyvírónkra, Zdeněk Svěrákra, mert hogy, mint említettem, először Jiří Mencelnek írt több forgatókönyvet, de időközben az ő fiából is rendező lett, sőt, Ján Svěrák neve szintén talán nem teljesen ismeretlen a magyar nézőknek, mert hogy ő az utolsó Oscar-díjas magyar cseh rendező, aki 97-ben kapta meg Kolja című filmért az Oscar-díjat. És jellemzően, amióta ő elvégezte a Filmművészeti Akadémiát Prágában, a FAMU-t, azóta gyakorlatilag az összes filmje az édesapja forgatókönyve alapján készült. Tehát ez ilyen családi tandemben működik, ahol jellemzően még az édesapját általában vissza is hívta ezekre a szerepekre, mert hogy színész is a forgatókönyvírás mellett, és általában mindig a történeteinek a főszereplői, azok mindig az ő történetei, vagy amelyek kicsit megestek vele, uh-huh. Vagy amelyek nem estek meg, vagy nem fordulhattak elő vele, de mindig szerette volna megélni azokat a szituációkat. És éppen ebből az apropóból végül is a miként bemutatunk filmeket, ebből a csomagból. Természetesen ezt az Oscar-díjas Kolját is bemutatjuk. Azon kívül egy nagyon szép és szép történetet, egy ilyen második világháborús történetet, a Sötét kék égbolt címűt. Ez a csehszlovák pilótákról szól, akik az angol légierőben szolgáltak, de természetesen ez is egy ilyen szerelmi dráma, tehát egy ilyen szerelmi szálra felfűzött nagyháborús tabló. És azon kívül a
ennek az Oscar-díjas rendezőnek az egyik utolsó filmje, ami Magyarországon végül is most lesz először bemutatva. Ez egy mesefilm, egy animációs mesefilm, amihez hoztam egy könyvet is, mert hogy ez a könyv, ez a történet megjelent már magyar fordításban is, Bubu visszatér címen, és a címszereplők is Plüsmackónak a története, elmesélve egy nagyon aranyos animációs bábfilm keretében. És ezt a filmet ráadásul úgy mutatjuk be, hogy előtte tartunk egy könyvbemutatót is, a magyar könyvet bemutatjuk az érdeklődőknek, és utána tartjuk a vetítést. Remélem ez is érdekelni fogja a közönséget. Arról nem beszélgettünk, hogy a Cseh Centrum mekkora és milyen helyi adottságokkal rendelkezik. A filmvetítések bent lesznek, vagy pedig külső helyszínre, másik moziba kerülnek? A vetítéseket és az egész programot a Toldi moziban tartjuk. Ez végül is a budapesti artmozik közül nekünk a kedvencünk. Valamiért az utóbbi években szinte az összes filmes rendezvényünket ott tartottuk. Nagyon jó az együttműködés is velük. Igazából az intézetünkben bár van filmvetítésre lehetőség, de csak ilyen nagyon egyszerű, inkább ilyen fapados változatban. Tehát az igazi mozi élményt azt mindig igyekszünk megosztani a nagy közönséggel. Tehát a Toldiban kerül sor a filmkarnevál. Az említett filmek mennyire voltak, és közben mutatom itt a filmkarneválnak a kis prospektusát, mennyire voltak népszerűek kint? Csehországba, vagy akár Szlovákiába, játszották-e a nagy mozik őket, és miért látunk most mi kevés cseh filmet a magyar mozi hálózatok kínálatában? Hát a filmeket természetesen játszották a cseh mozik, mert hogy Csehországban akkor számít egy film késznek, és onnantól számolják, vagy kerül be a statisztikába, hogy ha bemutatták moziban. Ez a dokumentumfilmekre is érvényes. Tehát akkor más a rendszer, mint a magyar filmek. Igen, tehát a magyar filmek jó része nem kerül a nézők nyilvánosságához. Igen, tehát félkész termékekkel, vagy moziban be nem mutatott termékeket nem tekintenek készfilmnek. És jellemző például a karneválunk másnapján vetített vígjáték, az 50-es, az például nem egész egy hónap alatt 300 ezer nézőt vonzott a mozikba. És jellemző egyébként, hogy az igazi hazai sikerfilmek általában több nézőt vonzanak a mozikba, mint akár az amerikai nagyprodukciók. Jellemzően azokban az években, amikor Magyarországon a jegyeladási statisztikát a nagy amerikai sikerfilmek a statisztikákban a nagy amerikai sikerfilmek vitték el a babérokat. Azokban az években, ha születtek jó cseh filmek, akkor jellemzően azok a jó cseh filmek verték az amerikaiakat, akár milliós nézőszámmal. Tehát volt több olyan film is, ami elérte. Feliratosan, vagy pedig szinkronizáltan láthatjuk őket? Feliratosan. Ezt végre az idei évben sikerült eddig eljutni, mert hogy korábban mindig az egyszeri vetítések miatt igazából nem volt rá lehetőségünk, hogy feliratozzuk. De most első évben végül is sikerült egy ilyen lépcsőfokot meglépnünk, hogy az összes filmet felirattal mutatjuk be, kivéve az Én kis falumat, ami, mint említettem, ugye, hogy ki a forgatókönyvírója, a rendezőjét ugye minden magyar mozi néző ismeri valószínűleg, és a főszereplőjét is, Jerzy Mencelt és Bán Jánost, azt viszont egy régi kópiáról vetítjük, mert hogy ezt a filmet éppen 30 éve mutatták be a mozikban, tehát ez egy ilyen jubileumi vetítés lesz. Mi a pontos időpontja ennek a filmfesztiválnak, a cseh filmek farsangjának? Szerdán, február 3-án kezdődik, és 7-éig tart. Tehát akkor ezt a hetet kell kihasználnunk mindenkiféle szempontból. Honlap cím, ahol pontosan információkat lehet róla szerezni, az... A legegyszerűbb talán a Facebook címünk, Cseh Centrum. Ennyire. Ebben az időszakban mindenképpen a leglényegesebb ez a... muzikavalkád, a filmeknek a karneválja, amelyre azt hiszem, hogy kellő képen sikerült vendégeinek fölhívni a figyelmet. Én azt hiszem, hogy élményekkel fognak gazdagodni. Látták egyébként a filmeket? Igen. Melyik tetszett a legjobban? Melyik a Én kis falumat mondjuk kevesen tudnák überelni, de biztos, hogy van. Nekem a nyitófilm. És az melyik még egyszer? Az Elveszve Münchenben című.
és az harmadikán kerül akkor. Igen, az lesz a nyitó film. Hány órakor? Este 7-kor. Este. Mindig csak egy nap és egy film kerül vetítésre? Vagy... Szerdán, csütörtökön egy filmmel kezdődünk, de a hétvégi péntek, szombat, vasárnapi napokon dupla vetítésekkel dupla várjuk vetítés. A közönséget. Sőt, pénteken este még egy zenés programmal is kiegészítjük a karnevált, mert hogy az lesz a fél idő valahol a negyedik film vetítése után, akkor egy zenés programra várjuk a közönséget a Mázáltóf étterembe, ahol a Cirkusz Próbám nevű prágai zenekar fog zenélni. No, hát azt hiszem, hogy egy nagyon jó kis hétnek nézhetünk akkor elébe. Valamelyik utolsó kérdés, csak a rendezőhöz szól, valamelyik film elképzelhető egy színházi rendezésbe a későbbiekben? No, ez pont nagyon vicces, mert ez fordítva, mert a film 50-es, amit szerintem igen csütörtökön megy, az eredeti az én osztálytársam írta, mint egy színházi darab, és csinálták színházba, és annyira sikeres lett, hogy 2 év után ők eldöntötték, hogy egy film ebből csinálják. No, hát kérem szépen. Ilyen az élet. Gratulálok minden esetre önöknek. Köszönöm. Önöket várjuk a Cseh Centrum filmjeikre. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hogyha valamelyik téma érdekelte önöket, akkor nézzenek utána az interneten. Természetesen, illetve nézzék meg ismétléseinket. Most nem menjenek el, mert következik még az Ez történt a héten című összeállításunk. Én pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk. Köszönöm.